Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják, kérem tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves kertművelők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos program karcagi eredményhirdetésén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, aki ma nem tud sajnos velünk lenni. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat. Dobos László karcagváros polgármesterét. Nemes Gábor és Tamás András Kolasz Észak-Kő Kft. Képviseletében, akik a Riolit kupát gyártják és forgalmazzák. Vincéné Balog Magdolna, Martfű Kertbarátkör elnöke. Külön tisztelettel köszöntöm Kovács Szilviát, Karcagváros alpolgármesterét, a Mozgalom programigazgatóját. Tisztelettel köszöntöm a zsűri tagjait, a kertművelőket, a média képviselőit és minden kedves vendégeinket. Ünnepségünk elején kérem Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, nyissa meg a rendezvényt. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszony! Tisztelt kertbarátok! Azt gondolom, hogy aki karcagi, vagy itt nőtt fel az Alföldön, az gyerekkora óta ismeri azt a szót, azt a mondatot, hogy szombat van vasárnap, akkor biciklire és irány a kert. Én is így nőttem fel, mint nagyon sok karcagi és környékbeli, hiszen alig volt olyan család, akinek nem volt kertje. Nem volt zárt kert valahol a város szélén, és tavaszi, nyári programként nem a kertbe kellett menni. Mehettünk persze nyáron a strandra is, de két strand között legalább egy kert, egy kapálás, egy gyomlálás, vagy valami be volt iktatva. És én akkor gyerekként azt gondoltam, hogy a kert az egy felesleges dolog, az egy nyűg, az egy olyan probléma, amit csak az idő viszi el. Hiszen lehetett volna focizni, lehetett volna játszani a barátokkal. És akkor édesapám azt mondta, hogy majd, hogyha kicsit idősebb leszel, akkor meg fogod érteni, hogy mi jó a kertben. És hát mindenkinek eljön az az idő, az a kor, amikor megérti azt és megérzi azt, hogy mi jó egy szép kertben. Mi jó abban, hogyha az ember tevékenykedhet, ha látja, hogy az általa ültetett növények szépen fejlődnek. És hát sajnos én is megértem azt a kort, amikor a munkából hazamenet, én is a kertbe körbe megyek, megnézem, hogy mi hajtott ki, mi rügyezett, mi az, ami szépen fejlődött, és örülök annak, hogy az én gyermekeim is idén már önálló kertművelők lettek, hiszen a kertnek egy kicsi részét három részre osztottuk, és mindegyiknek voltak saját kis parcellái. A legsikeresebb természetesen a cukkini lett, és a tökök nőttek nagyon nagyra, de aminek legjobban örültek, az a zöld borsó volt. És talán az az érzés nem volt meg bennük, ami nekem, hogy a kert egy nyűgös, fárasztó dolog. Én örülök annak, hogy egyre több fiatal van a kertművelők között, és egyre több idősebb, aki át tudja adni ezt a nagyon szép dolgot
hogy az ember megnőveli saját magának, termeszti azokat a nagyon finom gyümölcsöket, zöldségeket, amik megtermelődnek itt a kertekben. És akik kertet művelnek, ha nem is indulnak ezen a versenyen, már nyertek. És az ő jutalmuk azok a csendes, meghitt pillanatok, amit a kertészkedéssel el lehet tölteni, és azok a finom zöldségek és gyümölcsök, amelyek megteremnek a kertbe. Pont a mai reggel almát ettem, a saját kertemben termett almát, ami ugyan nem lett egy túl nagy mennyiség, mert van itt olyan szakember, akitől majd tanácsot kérek, hogy hogy kell permetezni, hiszen nagyon sok megkukacosodott, de jövőre itt a nem messze lakó Ézsiás Antal tanár úrtól szaktanácsot fogok kérni, hogy mivel permetezzek. És hát nem bio kertészet, de igyekszem én is jól dolgozni. Én gratulálok a kertművelőknek, gratulálok azoknak, akik itt ezen a versenyen eredményt értek el, mert tudom azt, hogy egy szép kertben mennyi munka van. Ha kívülről nem is látszik, ha kívülről azt látszik, hogy szépen persze, hát ha valamit elültetünk, minden nő, de a munka az azt látja, aki ért hozzá. Tudja, hogy mennyi öntözés egy száraz augusztusban, vagy akár júliusban, mennyi kapálás, mennyi odafigyeléssel jár a kerti munka, és hát egy szép kert dicséri a gazdáját, a kertészét, és el is ismerik a szomszédok is, ha valakinek szép a kertje, jó a termése, és egy ilyen rendezvényen, egy ilyen országos rendezvényen jó az, hogyha a közösség is el tudja ismerni azt, hogy valaki szépet és jót tesz. Gratulálok minden egyes kertésznek, gratulálok önöknek, és kívánom azt, hogy a jövő évben szép termés, jó munka, és azok a meghitt pillanatok is maradjanak meg, ami a kertészkedéssel jár, hiszen a kertészkedés igazából nem munka, hanem kikapcsolódás, és egy olyan tevékenység, ami igazából semmivel sem pótolható. Mindenkinek gratulálok, és jövőre jó termést kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm. Felkérem Dobos László polgármester urat, hogy köszöntse a megjelenteket, a karcagi kertművelőket. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, alpolgármester asszony, tisztelt jelenlévő képviselő hölgyek, urak, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit vendéglátóként itt a Városháza dísztermében a legszebb konyhakertek karcagi eredmény hirdetésén. Igazándiból csak azt tudja értékelni ezt a sok jelenlévőt, aki az országos eredmény hirdetésen is részt tudott venni, jó magam, így voltam ezzel. És azt láthattam, hogy tulajdonképpen egy kicsi kezdeményezésből nőtte ki magát óriásivá ez a legszebb konyhakertek program, hiszen itt is egyre többen vagyunk évről évre az eredmény hirdetésen, az országosan meg imponálóan sok versenyző és díjazott vett részt. És nyugodtan mondhatom, hogy az ország minden részéből, sőt, határunkon túlról is érkeztek versenyzők és díjazottak. Idősebbek, fiatalabbak egyaránt. Tisztelt jelenlévő képviselő úr, az egyén szempontjából vizsgálta meg a kertészkedést és a legszebb konyhakertek művelésének, vagy egyáltalán a kertek művelésének a szempontjait. Én a közösség szempontjából nézném meg, és itt talán így lesz teljes a kép, hiszen a városvezetésnek mindig az a legfőbb szempontja, hogy hogy lehetne a települést minél szebbé és jobbá tenni. És én úgy gondolom, hogy azok, akik a kertet művelik, zárt kertet, de lehet ez akár udvar is, az mindenképpen nagyon sok munkát rak ebbe a tevékenységbe, és nehezen, küzdelmes, sokszor fárasztó tevékenységet kell ahhoz végrehajtani, főleg ha olyan az időjárás, mint az idei, hogy legyen valami eredménye.
De mindenképpen egy példát mutat mások számára, hiszen akik itt vannak jelen pillanatban a teremben, azok nagy valószínűséggel a legszebbeket alkották meg munkájuk során, és valóban példaértékű, amit tettek, és én gondolom, hogy ezt nem csak a kertben teszik, hanem otthon is, az udvaron, sőt, esetleg a ház előtt, az utcai részen, és a jó példa is ragadós. Tehát, hogyha valaki ilyen munkát, tevékenységet végez, az értelemszerűen szinte rákényszeríti a szomszédjait, ismerőseit arra, hogy ők is hasonlóképpen tegyenek, és hogyha ez így van, akkor ebből nagy valószínűséggel az egész település a profitál, hiszen minél többen tartják rendben kertjeiket, környezetüket, udvarukat, utcarészüket, az a város hasznára válik. Tisztelt jelenlévők, én úgy szintén csatlakozva képviselő úrhoz szívből gratulálok mindenkinek, aki részt vett, benevezett ebbe a programba, és erőt, időt, energiát nem kímélve művelte a kis kertjét, nyilván a saját hasznára is, és ezzel tökéletesen egyetértek, hogy egészen más az a zöldség és gyümölcs íz, amit az ember saját maga termel, mint hogyha a piacon kell ezt bevásárolni, jobban esik. Ez így van rendjén, ez az egyik. A másik az, hogy én nagyon örülnék, hogyha ez a konyhakert program tovább fejlődne a városunkban is, és az egész országban, hiszen ez példaértékű dolog. Ez a munkához önöknek gratulálok, és gratulálni szeretnék alpolgármester asszonynak és minden segítőjének, hiszen ennek a rendezvényeknek a lebonyolítása, egyáltalán az ellenőrzés, a zsűrizés, az odafigyelés, az mind nagyon-nagyon komoly energiát emészt föl, és nagy-nagy odafigyelést kíván. Úgyhogy sok erőt kívánok önöknek a következő esztendőre, kívánom azt, hogy sokan csatlakozzanak ehhez a programsorozathoz, minél több fiatal vegyen részt ebben, és kívánom a szervezőknek is azt, hogy legyen türelmi idejű kitartásuk a folytatáshoz. További szép napot kívánva mindenkinek, az eredmény hirdetése készülünk, és köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Felkérem Kovács Szilvia, programigazgatóasszonyt, hogy értékelje a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei program eredményeit, és ossza meg velünk tapasztalatait. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, képviselő asszony, képviselő urak, tisztelt jelenlévők, drága kerteseim! Elérkezett a nap, amikor számot vetünk 2018-as évvel, és mint ahogyan minden évben szoktam, azzal kezdem mondandómat, hogy megköszönöm a bizalmukat, megköszönöm azt, hogy ebben az évben is neveztek kertjeikkel, és részt vettek a karcagi legszebb konyhakertek programban. Először is szeretném körünkben köszönteni, és örülök, hogy velünk van Hamarné Marika nénit, a karcagi egyik életműdíjas kertművelőnket. Büszkék vagyunk rá, hiszen az országban rajta kívül csak 4 büszkélkedhetnek ezzel a díjjal, több ezer nevező közül. Mielőtt a karcagi eredményekre térnék, polgármester úr említette, hogy a jó példa ragadós, és képviselő úr is a saját példájával jött hozzánk, és osztotta meg velünk gyerekkori élményeit. A jó példa ragadós. Igen, polgármester úr, a jó példa ragadós. Nézzük meg, hogy 2012-ben a 22 karcagi nevező nyomán mi történt a programban az elmúlt évben, 2018-ban országosan.
Ebben az évben már 370 településünk volt, közel 2500 kertnevezéssel. És bizony ez 12 000 kertművelőt jelentett, annyian szorgoskodtak ezekben a kertekben. És ami a legnagyobb szó, ott vannak a fiatalok, a gyerekek, az iskolások, az óvodások. 6700 20 év alatti kertművelő volt a 12 000 kertművelő közül, akik a kertben szorgoskodtak. Nagyon fontos, hogy most 71 új településünk volt, és az idén először 70 településről érkeztek magánjelentkezők, 77-en. A 7-es az egy jó szám. Országos díjra is jelöltünk közülük 25-öt, és 6 országos díj született a nevezésekből, tehát ezt mutatja, hogy a jó példa ragadós, sokan kedvet kapnak a nevezéshez, és szépen szerepelnek a programban. Nem fogják elhinni. A kertművelők 140 hektáron művelték a kertjeiket, és mi csak nagybani piaci árral számoltunk, de bizony ez a termelő potenciál, ez 700 millió forintot jelentett. Én úgy gondolom, hogy ez minden család zsebében egy jelentős kiadás megtakarítást jelent, nem beszélve arról, hogy mennyivel finomabb és mennyivel jobb az egészséges, általunk megtermelt zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani. És hogy mennyire ragadós a példa, és mennyire be lehet vonzani az embereket a kertművelés világába, mutatja azt, hogy csak ebben az évben, az önök példája nyomán 9600 új kertet alakítottak ki, ástak föl és tettek bele zöldséget, gyümölcsöt. És hogy mit csinált Karcag az elmúlt 6 évben? Szinte hihetetlen. Az elmúlt 6 évben összesen 605 település jelentkezett a programba. Ez az elmúlt 6 év eredménye. 11 000-nél is több kertnevezésünk volt, és 43 000 kertművelő szorgoskodott a kertekben. 28 000-nél is több a 20 év alatti kertművelők száma. És ebben az évben megjelentek az iskolakertek, az egyházak kertjei, és tovább szaporodtak a közösségi kertek részvétele is. És ahogyan polgármester úr nagyon helyesen a közösség oldaláról fogta meg, és közelítette meg ezt a kérdést, igen, ez a program túl azon, hogy én nagyon szeretek kertet művelni, és gyerekkoromban rávettek erre, és az életem részévé vált, ez a program hallatlan nagy közösségépítő erejű. Összehozza az embereket. Tudok arról, hogy karcegi haragosok békültek ki egymással a kertművelés révén. Igen, vagy a jó, vagy a rossz élmény, de összehozza az embereket. És barátságok szövődnek, és átadjuk egymásnak a tudást, és így az idős, tapasztalt, földhöz hű, szorgalmas kertművelők át tudják adni a tudásukat a legfiatalabbaknak is. És ebben van ennek a programnak az ereje. Abban, hogy alulról építkezik, és az egyszerű kertművelő emberekről szól. Nekik oszt megbecsülést, és ez a megbecsülés mindenkiben tiszteletet, és igen, követendő példát hordoz. Összesen eddig 19 000 kertművelőt varázsoltak el, és ez tulajdonképpen karcagi kertművelőknek köszönhető, annak a 22 embernek, aki példát mutatott az országnak, és az ő példáján ilyen népszerűvé vált ez a program, ahogyan az előzőekben ismertettem. No, de nézzük meg, mi történt Karcagon 2018-ban. Hát a Jóisten itt is osztotta áldását. Volt hosszú tél, aztán jött a sok eső, aztán nem esett az eső. Aztán jött a forróság, tudják, minden, ami úgy lenni szokott. Semmi sem jött időben, de minden vagy kevés volt, vagy nagyon sok volt. No, de az én karcagi drága kerteseim megbirkóztak ezzel a nehézséggel is, és ebben az évben is gyönyörű kerteket produkáltak. Sajnos ez volt az első év, amikor nem tudtam személyesen kerteket látogatni, de ezt bepótoltam a számítógép mellett, amikor megnéztem a fotókat, és megnyugodtam. Igen, a karcagi kertesek ebben az évben is országos példát mutatva kitettek magukért, és gyönyörű kerteket műveltek. És az értékelőlapok alapján látszik az a tudatos kertművelés, az a fejlődés, ahogyan a kertjeiket egyre szakszerűbben, egyre gondosabban,
egyre több praktikát, fortét, módszert biomódon próbálnak művelni. És ebben az évben is volt kiemelt témánk. A termőföld, a talaj védelme a riolit tufa támogatásával. Itt van közöttünk a riolit tufa képviseletében Nemes Gábor és Tamás András úr. Én javaslom mindenkinek, hogy az előadás végén forduljanak hozzájuk bizalommal és kérdezzenek, hiszen az értékelőlapokból én azt látom, hogy sokan ismerik ezt a terméket, de még kevesen használják. Én szeretném, hogyha minél többen használnák, hiszen a termőföld védelmében nagyon nagy segítségünkre lehet, és egészségesebben, gazdagabban tudjuk tartani termőföldünket, talajunkat. Ez elengedhetetlenül fontos, hiszen ha ezt egyszer tönkretesszük, az többet már nem tudjuk visszaállítani és olyan formába hozni, amilyen fénykorában volt. Őrizzük tehát és vigyázzunk rá a következő évben is, ha már más lesz a kiemelt témánk, akkor is. Tudják, ezek a kiemelt témák nem évülnek el. No, de önöknek ezt nem kell mondani, hiszen minden évben minden kiemelt témánk egyre erősebben képviseli magát, és most már nincs olyan kert, ahol ne lenne madáretető, itató, nincs olyan kert, ahol ne lenne rovargarázs, madár, illetve darázsgarázs, rovarszálló. Mindenhol ott vannak a gyógynövények, a fűszernövények, és ott vannak a legkisebb csemeték és a nagyszülők, szülők mellett a kertművelésben. Ebben az évben Karcagon is, mint ahogy minden településen, megkérdeztük, hogy meg volt az év legjobb, legrosszabb termése. Eddig a zöldborsó mindig élen járt. Tisztelettel jelentem, ebben az évben a zöldborsó leszerepelt. Szinte mindenhol a legrosszabb termés volt, valahol csak egy-két főzést erejéig vitte az erejéből, és aztán elszáradt. De nagyon szép termés mutatkozott sok mindenből, és én úgy gondolom, hogy mindenkinek a fáradtságos munkáját a kert azért meg tudta hálálni a gazdag zöldség és gyümölcs terméssel. Mi is igyekszünk megköszönni munkájukat, az eredményhirdetésen mindenki fogja ezt tapasztalni. Én nem kívánok magunknak mást, csak azt, hogy ez a kis közösség, ez a mag, aki évről évre, a kezdetek kezdete óta nevez a programban és hűek hozzánk, maradjon meg nekünk továbbra is, és jöjjenek még hozzá sok-sok kertművelők. És ígérem, ezt a kis közösséget életben fogjuk tartani, polgármester úr segítségével, a város vezetésével még gazdagabb tartalommal fogjuk megtölteni, csak azért, hogy ne csak a kertek legyenek virágosak és szépek és gazdagok és bőterműek, hanem az egész városunk is, hiszen általa a város gazdagszik. Én kívánok mindenkinek az elkövetkező évhez sok erőt, kitartást, szorgalmat a kertműveléshez, és elsősorban kérem azt, hogy nevezzen jövőre is a kertjével. Az idei munkájához mindenkinek gratulálok, további életéhez erőt, egészséget, sok sikert, és a jó Isten áldását kívánom. Gratulálok még egyszer mindenkinek, a közreműködőknek a segítségét tisztelettel megköszönöm, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Következik a Magyarország legszebb konyhakertje program karcagi díjainak elismeréseinek átadása. Kérem Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, illetve Dobos László polgármester urat, Kovács Szilvia programigazgató asszonyt adják át az elismerést. A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjeinek karcagi díjazottjai a következők. Oklevél elismerésben részesül, mini kategóriában, K.I. Almi Kiskulcsosi Általános Iskola tagintézménye. 2017-es évhez képest az idén szerényebb kertet láthattunk, de remélhetőleg a következő évük sikeresebb lesz. Mini kategóriában Kovács Bocskai Ákos Zsigmond, Kovács Bocskai Vince Timur és Kovács Bocskai Márton Tas. Édesapjuk veszi át a díjat. Iparukra belépte
szép környezet fogad bennünket, kertjükben a tök és a cukkini mellett leginkább a fűszer és gyógynövények maradnak meg. Ezeket nagy lelkesedéssel, szeretettel és szorgalommal gondozzák. Zárt kert, 1-es zöldséges kategóriában Bíró Bernadett. Édesanyjával közösen művelik rokkant kerti ingatlan részüket, melyben saját része termelik meg a finomságokat. Zárt kert, 1-es kategória zöldséges, Bíró Zoltánné. Rokkant kerti kiskertjében unokáinak példát mutatva neveli, termeszti a zöldségeket, melyre elmondása szerint több időt kellene fordítania. Zárt kert, 1 zöldséges kategóriában Nagy Imréné, Kun Julianna. Völgyeskerti ingatlanán neveli a zöldségeket. Néhány általa termelt bőtermőfajtából még a helyi piacon is tud értékesíteni. Zárt kert, 1 zöldséges kategória Reményi Jánosné, Bodnár Éva. Egyszerűen kialakított, hagyományos kertjében termeli saját és családja részére a friss és vegyszermentes zöldségeket. Zárt kert, 2-es gyümölcsös kategóriában Vinis Béla. Szép, rendezett kisrénkerti birtokán nevelgeti a kitűnő házi pálinkájához való alapanyagokat. Zárt kert 3 vegyes, Mosnyák Imre. Saját maga ültetett zöldséges palántáinak köszönhetően a kert környezeti képe szép, esztétikus. Közösségi kategóriában Madarász Imre egyesített óvoda, Kinizsi úti óvodája. Az óvoda udvarának környezete igényes, gondozott, konyhakertjük kialakítása szép, melyben a zöldségfélék gondozása megfelelő. Madarász Imre egyesített óvoda, Kuthen úti óvodája. Az óvodák környezete szép, gondozott. Nemrég létrehozott mini konyhakertjünkben lelkesen, nagy szeretettel gondozzák a zöldségféléket. Madarász Imre egyesített óvoda, Takács Péter úti óvodája. Szép.
szép óvodai környezetben található kis kertjük, melyben közösen megtermelnek salátát és retket, nagy örömmel együtt fogyasztják el. Madarász Imre Egyesített Óvoda, Táncsics körút 19-es óvodája. Az óvodába lépve szépen kialakított környezetet láthatunk, a zöldségfélék a fűszernövények konyhakertjükben és díszkertjükben egyaránt megtalálhatók. Harmadik helyezést ért el, mini kategóriában Farkas Dániel és Farkas Dóra. Nagypapájuk által készített ceruzát formáló oszlopokkal körülölelt kiskertjükben a nagyszülők segítő felügyelete mellett sajátítják el a kertészkedés apró fortéjait. Szendrei Kálmán és Kánagy Veronika. Mini kiskertjükben szépen gondozott zöldségféléket, fűszernövényeket láthatunk, melynek környezete esztétikusan kialakított. Vadai István Zoltán. Sövénnyel ölelt, családi háza udvarán kialakított szép kiskertjében vegyszermentesen kertészkedik, főleg a paradicsomot és a csicsókát termeli. Zárt kert. Kettes gyümölcsös kategória, Pádár Csilla. Később időpontban veszi át oklevelét. Zárt kert hármas fegyes kategória, Gál Erzsébet. Ő is később időpontban veszi át az elismerést. Közösségi kategóriában Kovács Tehetségpont. Konyhakertjüket közösen művelik, a kiskertet élő sok árnyék ellenére ebben az évben különösen jól sikerült a paradicsom. Madarász Imre Egyesített Óvoda, Csokonai úti óvodája. Az óvoda udvarára érkezve szép, esztétikusan kialakított környezetet láthatunk. Évről évre fejlesztik a konyhakertjüket fűszernövényekkel, zöldségfélékkel. A fűszernövényeket szárított formában felhasználják. Madarász Imre Egyesített Óvoda, Jókai úti óvodája. Az udvar hátsó traktusában kialakított magasságyásokban sajátíthatják el a gyermekek a kertészkedés csinyát-binyát. Kertjüket folyamatosan, évről évre szépen fejlesztik. Madarász Imre Egyesített Óvoda, Táncsics körút 17-es óvodája. Hagyományosan kialakított kiskertjükben egészséges, jól gondozott zöldségféléket láthatunk. A száraz időjárás ellenére szép termést sikerült elérniük. Második helyezést ért el, mini kategóriában Ferenci Nikoletta Erika.
Édesanyja példáját követve kezdte meg a társasházi lakásuk udvarán kialakított kiskertjében a kertészkedést. Évről évre fejlődik kertje, kitartóan, szorgalmasan gondozzam. Normál kategória, Fóris Lászlóné, Bogdán Róza. Udvarára belépve, csodálatos zöld, virágos környezet fogad bennünket. Régi hagyományoknak megfelelően gondozza, ápolja a zöldségeit kertjében. A száraz időjárás ellenére gazdag termést láthattunk meseszép kertjében. Németné Nagy Julianna. Újonnan kialakított kertjükben mindent megtermelnek, ami a család asztalára kerül, a kisfiúk a főkóstoló, ezért mindent vegyszermentesen nevelnek. Zárt tert 1, zöldséges kategória, Béres Sándor. Zárt kert és zöldséges kertjében szinte minden zöldségféle megtalálható. Kertje szép, gondozott, szorgalmasan művelt. Csontos Lajos. Zárt kertje nagyon gondos, szorgalmas gazdáról árulkodik, a tök és a cukkini kivételesen gazdag terméssel hálálta meg munkáját. Kis Péter. Rokkankerti kertjében csepegtető öntözés mellett mértani pontosságú sorokban neveli a fűszerpaprikákat, melyet feldolgozva értékesít. Szívós Gyuláné. Ő későbbi időpontban veszi át az elismerését. Zárt kert 3 vegyes kategóriában Nagy Kinga. Az idei évben először jelentkező fiatal, lelkes szakember kertjét ismerhette meg a zsűri. Hagyományosan művelt kertjében okszerű növénytársításokat használ a kártevők ellen. Közösségi kategóriában Szent Annai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. A nagymúltú intézmény udvarán, a diófák szomszédságában kialakított kertben papné Benesóczki Mária szaktanár irányításával néhány lelkes diák elkezdte a kertészkedést, gyakorlatban történő elsajátítását. Kertjük szépen gondozott. Első helyezést ért el. Balkon kategóriában Ferenciné Székely Erika. Parányi balkonján ötletesen, edényekben, cserepekben végzi a kertészkedést. A kiskert terméseivel nem csak a kocak telik, hanem a látványával a szemet is gyönyörködteti. Az országos program életműdíjának birtokosa. Öprös Zsuzsanna. Udvarára belépve szép környezetet láthatunk.
teraszon kialakított balkonkertben számtalanféle fűszernövényt tekinthettünk meg, a ládákban és cserepekben termesztett zöldségféléi szemedgyönyörködtetőek voltak. Az idei év kiemelkedő termése a sóska volt. Közösségi kategóriában babos kert. Városi viszonylatban a legnagyobb összefüggő kert. Sok élőmunka ráfordítással egy fajgazdag, változatos termelőkert került kialakításra, melyből ellátják a város közétkeztetését biztosító konyhákat. Évről évre egyre nagyobb szakértelemmel, nagy odafigyeléssel művelik a kertet, akik már 3 alkalommal érdemeltek ki országos díjra jelölést. Györfi István katolikus általános iskola 1. A osztálya. Közösségi kiskertjük esztétikusan kialakított, nagy szeretettel és odaadással művelik. A nyári szünetben a gyerekek szüleikkel heti váltásban bejárnak az iskolában öntözni, gazolni, szüretelni, hogy szeretett kertjük a szünetben se árválkodjon. Mini kategória. Ormós Anikó. Udvarára belépve gyönyörű, esztétikusan kialakított virágokkal és disztóval kialakított környezet látható. Zöldségei szépek, gondozottak, bőtermésűek. Madárbarát programban vesz részt, madárodúkkal, etetőkkel nyújt biztonságot a madarak számára. Évről évre megérdemelten első helyezett díjazásban részesül. Az országos program megerősítő díjának birtokosa. Tőkés Dorina és Tőkés Nóra. Évről évre egyre szebb és bőségesebb a magas ágyásban kialakított kertjük. Vetésforgó szerint másod-harmad vetéssel ültetik tele 3 négyzetméteres kiskertjüket. Normál kategória, Csontos Lajos és felesége, Csontosné Szilágyi Erzsébet. Évről évre szemedgyönyörködtető környezetben léphetünk be. Kiemelkedő termésük volt a paradicsomból, az évi különlegességük a másodéves paprika, amely 2 méter magasra nőtt és számtalan termést hozott. 2013 évben országos díjra jelölést érdemeltek ki. Fábián Mártonné, Elkis Margit. Normál kiskertjében gyönyörű minden. Sok szőlője, gondozott zöldségei bő termést adnak, meghálálva Margit néni kitartó, szorgos és szakszerű munkáját. Az országos program megerősítő díjazottja. Hamar Gyula és felesége. Udvarunk minden évben gyönyörűen gondozott. Nyitottak az újdonságokra, mindig újabb és újabb növényekkel gazdagítják állományukat. Szívesen adják tovább tudásokat másoknak is. Évek óta megérdemelte a számukra első helyezést az országos program életműdíjasai. Zártert 1. Zöldséges kategória Kovács István. A nyugalmazott agrármérnök kertjét a férfi kezek precizitása jellemzi. Szépen ápolt, gondozott, tervszerű, fajtagazdag, hagyományos kertje. Közösségi kategóriában karcagi, többcélú, kistérségi társulás, szociális, szolgáltató központ. Az intézmény udvarán kialakított csodás kertben minden évben látható a fejlődés, ami nem megy a termés rovására.
A változatos, sokszínű kertben a gondozottak elsajátíthatják a kertészkedés mikéntjét, megtapasztalhatják annak a nehézségeit és élvezhetik annak gyümölcsét. Az országos program megerősítő díjazottjai. Országos díjra jelölték az idén is. Elismerésüket november 12-én budapesti ünnepségen vehetik át. Zárt három vegyes kategória, Federik Sándor és felesége, Rauschenberger Erzsébet. Mindketten szívvel lélekkel dolgoznak kertjükben, és ezt a ráfordított szeretetet a kert visszatükrözi. A szomszéd kukoricája sok bosszúságot okozott ebben az évben, de a másik oldalon a kivételes gondoskodás a növényeit rekordterméssel hálálták meg. Akiknek már tavaly is, ez évben is országos díjra jelölték kertjüket. Elismerésüket november 12-én budapesti ünnepségen vehetik át. Jónás Sándor és Jónás Sándorné. Évről évre szép, gondozott, gyommentes kertet csodálhattunk meg, amely szorgos kezek munkájáról árulkodik. A termésben gazdag kertjükben ez évben is 3 kg-os gigantkaralábék rekordtermést hoztak. 2016 évben országos díjban részesültek, valamint tavaly is és ez évben is kertjük országos díjra jelölést érdemelt. Elismerésüket november 12-én Budapesten vehetik át. Közösségi kategóriában Madarász Imre Egyesített Óvoda, Gépgyár úti szimovodája. Közösségi kertjük mintaértékű, sok év fejlesztésének, gondozásának eredménye. Kitűnő példa arra, hogy a gyermekek segítő munkájukkal miként lehet kicsi apró kertből bőséges és sokféle termést elérni. Az idén országos díjra jelölték kertjüket. Az országos zsűri döntése alapján Magyarország legszebb konyha kertje országos díjat vehettek át október 15-én Agrárminisztérium Darányi Ignác termében. Tóthné Török Judit külön elismerésben részesül az óvodakertjének gondozásában végzett kiemelkedő, kreatív kertgondozó munkájáért. Zárt kert egyes zöldséges kategóriában Rideg István. A legényrózsával és török szekűvel ölelt kiskertben a rokkant kert gyöngyszemére bukkanhattunk. Évek céltudatos, okszerű munkájával a karcagi szikes talajon került létrehozásra egy fajta bő, csodaszép kert. Halhatatlan szorgalommal és kitartással gondozza növényeit. Az idén országos díjra jelölték tanár úr kertjét. Az országos zsűri döntése alapján Magyarország legszebb konyha kertje országos díjat vehetett át október 15-én az Agrárminisztérium Darányi Ignác termében. Szeretnénk megköszönni a zsűri munkáját. Ferenciné Székely Erika. Sípos Gábor. Szokai Szilvia. És Kovács Szilvia, programigazgatóasszony áldozatos munkáját.
Továbbá köszönetet kell mondjunk azoknak a támogatóknak, akik segítik a program lebonyolítását és támogatják munkánkat. A 2018-as országos program lefolytatásában nyújtott segítségét köszönjük meg dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úrnak, aki későbbi időpontban veszi át az elismerést. Az országos program 5 éves évfordulója alkalmából most köszönjük meg az eddigi segítséget és támogatást Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak. Dobos László polgármester úrnak. Mint a bunda, hat napot is átaludt.
Kiskenő, kiskenő, én azt
Táncsics körút 19-es napocska csoportnak a műsorát. Úgy gondolom mindannyiunknak nagyon szívmelengető volt. Köszönjük szépen! Felkérem programigazgató asszonyt az elismerések átadására. Támogatást, segítséget szeretnénk most megköszönni. Dániel Csaba és felesége Dánielné Bunna Anikó. Később időpontban veszi át a ismerését Kovács Éva Katalin. Bene Péter. Később időpontban veszi át az elismerést Agrosprint Kft. Zrt. Később időpontban veszi át ő is Hunagro 21 Kft. Később időpontban veszi át az elismerést Deák Ferenc és felesége Deák Ferencné. Ő is később időpontban veszi át az elismerését, és ifjú Hubai Imre, ő is később veszi át az elismerését. 2012-től a program indulásától a zsűri elnöke, Ézsiás Antal tanár úr az idei évtől elköszönt tőlünk. Átadva a zsűri elnökséget Lingné Orosz Hajnalkának. Köszönjük a velünk eltöltött 6 értékes évet, köszönjük a munkáját. Halász András zsűritag is elköszönt tőlünk, köszönjük szépen áldozatos munkáját. Ő is később időpontban veszi át, köszönjük nekünket. Az országos program 5 éves évfordulója alkalmából most köszönjük meg az eddigi segítséget és támogatást Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézete. Bosnák Imre veszi át az elismerést, megköszönjük. Lingné Orosz Hajnalka. Fazekas Lajosné. Györfi Sándor, Kossuth díjas szobrászművész, később időpontban veszi át köszönetünket. Pandur Zoltánné. Ő is később időpontban, illetve Hubai Imre Csaba később időpontban. Délinél turisztikai sportközpont és könyvtár Szepesi Tibor. Később időpontban veszi át köszönetünket. A média munkatársainak, akik kezdettől fogva hírt adnak a programunk alakulásáról. Karcag hírmondó. Balog Andrea, Kapás Mónika, később időpontban veszik át Karcag Televízió, Pendő Ferenc, később időpontban veszi át elismerésünket. És Daróczi Erzsébet. Az országos program 2018-as lefolytatásában nyújtott segítségét köszönjük meg Fazekas Gábornak. Lósz Csillának, Sebők Lajosnak, Kovács Máriának, akik későbbi időpontban fogják átvenni. Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
és ügyvezetőjének, Puskás Lászlónak. Ő is később időpontban. Kedves vendégeim, kedves kertművelők, köszönjük! Jó, akkor átadom a szót programigazgató asszonynak. Köszönöm szépen a szót. Igen, egy olyan ponthoz érkeztünk el, amit nem lehetett beleírni a moderátori szövegbe, hiszen az ő munkáját szeretném megköszönni, Balajtini Sütő Margó Margit munkáját. Ő már 2017-ben debütált a program eredményhirdetésén, és olyan jól szerepelt, hogy úgy döntöttünk, hogy megtartjuk magunknak. Így aztán azóta ő az országos díjkioszt ünnepségen, a Karceg ünnepségen, és igen, november 12-én az országos díjra jelöltek ünnepségén 11 órakor és 14 órakor is moderátori szerepet fog betölteni. Kedves Margó, köszönjük szépen a munkádat. Nem lehet meghálálni azt, amit teszel értünk, de azt kérjük tőled, hogy továbbra is légy mellettünk, segíts bennünket, és legyél háziasszonya ezeknek a rendezvényeknek. Köszönjük szépen! Kedves vendégeim, kedves kertművelők, köszönjük, hogy eljöttek, köszönjük mindent. Kérjük, hogy minden díjazott fáradjon majd ki egy közös fotózás erejére. További szép napot kívánok mindannyiuknak. Jó kertművelést, jó egészséget, a viszontlátásra! Decemberben a kormány elfogadott egy új ellátási formát. Mi ez tulajdonképpen és kiknek szól? 2019. január 1-től bevezetésre került egy új szociális ellátási forma, a gyermekek otthongondozási díja, a GYOD. GYOD-ra jogosult az a vél szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki önellátásra képtelen, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekét otthon gondozza. A gyermek életkorától független az ellátás, a szülő-gyermek viszony a releváns csak. Azonban egyéb hozzátartozó abban az esetben kaphatja az ellátást, hogyha például a szülő meghal, vagy egészségügyi állapota miatt alkalmatlan a gyermek gondozására, vagy szülői felügyeleti joga szünetel, vagy megszűnt. Kivált-e valamilyen ellátási formát ez a GYOD, vagy ez teljesen új támogatási forma? Kétféle esetkört vizsgálhatunk. Az egyik esetkör, amikor jelenleg a szülő már ápolási díjban részesül a gyermeke gondozására tekintettel. Ebben az esetben ezt az ápolási díjat a járási javatal hivatalból automatikusan átminősíti GYOD ellátásra, amely ugye magasabb összegű ellátás, ez bruttó 100 ezer forintként kerül megállapításra. Ebben az esetben a ügyfélnek semmilyen teendője nincs, nem kell befáradnia, nem kell új kérelmet benyújtania. A másik eset, aki jelenleg ápolási díjban nem részesül, és szeretné a GYOD-ot igényelni, akkor egy új kérelem nyomtatványt kell benyújtania, egy forma nyomtatványt, és a járási hivatalnál kell ezt megtennie. Bármi nevű kérdés esetén a kormányablakosztály és a hatósági osztály tisztviselői tudnak segíteni az ügyfeleknek. Milyen papírokkal kell érkezni az új ügyfeleknek ahhoz, hogy meg tudják igényelni ezt az ellátási formát? Az új ügyfeleknek egy kérelemnyomtatványt kell benyújtani, ahol a személyes adatait, a gyermek adatait, jövedelmét fogjuk megkérdezni. Ezt követően a járási hivatal szakértői vizsgálatot fog kérni a gyermekre tekintettel. Itt külön erre szakosított szakértő fogja megvizsgálni, hogy a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos és hogy önellátásra képtelen. Ezt követően fogunk egy határozatot hozni, és az ellátás megállapításra kerül, akkor a benyújtást követő hónaptól fogja 5-ig megkapni az ellátást az igénylő. Szükséges-e orvosi papírokat hozni, amennyiben rendelkeznek erről a szülők? Amennyiben már rendelkeznek, akkor benyújthatnak orvosi papírokat, orvosszakértői vizsgálatnak az eredményeit, házi orvosi igazolásokat. Ezeket nekünk mindenképpen majd továbbítanunk kell a szakértőnek is. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor hivatalból fogjuk mi megkérni.
Ugye az elsődleges határidő január 15-e környéke volt, hogy valaki februárban ugye megkapja ezt az ellátást. Az igénylés folyamatos? Igen, már nagyon sok érdeklődő van, főleg a kormányablak osztályoknál, de telefonon is, személyesen is sokan érdeklődnek. Akik január 20-áig benyújtották a kérelmet, ők megkapták, vagy meg fogják kapni február 5-ig, azonban akik következő hónapban, februárban nyújtják be, akkor március 5-ik napjáig fogjuk folyósítani. Mekkora átfutási idővel lehet számolni egy ilyen igénylést, tehát mennyire gyors a rendszer? Én úgy gondolom, hogy a rendszer gyors, a szakértői vizsgálatok még megérkeznek, arra kell várnunk. 60 nap az ügyintézési határidő, de ennél jóval kevesebb idő alatt megállapítjuk az ellátásokat. A szakértői vizsgálat visszaérkezésétől függően én úgy gondolom, hogy aki benyújtja egyik hónapba, következő hónapban már tudjuk neki az ellátást folyósítani. Mert két típusa lesz. Köszöntöm nézőnket, Fodor Csabával, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró és Ferenc Szakiskolájának testnevelőjével beszélgetünk, hiszen az iskola foci csapata nagyon szépen szerepelt. Melyek voltak ezek a versenyek, milyen ott voltak? Hát próbáljuk követni a hagyományokat és az előző tanévek sikerei nyomán az idén is jól szerepelni, úgyhogy megkezdődtek a mérkőzések, ugye eddig az edzések voltak, edzőmérkőzések, hetente kétszer találkozunk itt az iskolába, még jó idő volt kint a műfüves pályánkon, azóta beszorultunk a tornaterembe, illetve tudtunk Tiszafüreden, Túrkevén is játszani mérkőzéseket. A diákolimpiai küzdelmek, az elődöntő már megvolt, úgyhogy a megyei elődöntőt magabiztosan megnyertük. Szolnokon fogjuk játszani a megyei döntőt, ahol tét az országos döntőbe jutás. Megkezdődött a szakképzési centrumok közötti futsalbajnokság is, ahol ugye az előző tanévben másodikok, azt megelőzően elsők voltunk, és idén is szeretnénk bejutni a döntőbe és megnyerni. A körzetit azt sikerült, úgyhogy következik a regionális döntő, onnan pedig a országos döntő. Így legyen. Mit kell tudni a csapatról? Mennyit változott az új tanévben? Tehát voltak, akik elballagtak, sikerült ez alatt a rövid idő alatt pótolni őket? Igen, elballagtak többen is, de sikerült pótolni őket. Tehát mindig folyamatosan érkezik az utánpótlás, és szeretnénk ezt a jövő tanévtől még jobban megerősíteni, hiszen a beiskolázásunkban meghirdettük a sportedző, tehát ez a kiemelten a labdarúgásra és a kosárlabdára megcélozva a gyerekeket, úgyhogy várnánk minél több érdeklődőt majd ezzel kapcsolatban. És hát gondolom azért a felkészítés nem csak abból áll, hogy eljövünk és itt szaladgálunk két óra hosszát az edzésen, hanem azért kemény erőléti felkészítés is van. Hát többségében a játékos felkészítés zajlik, inkább minél több labdás gyakorlat. A erőlét az meg nyilván azért egy másfél-két órás edzések ugye vannak, tehát a labdával végzett tevékenységgel azért megvan a gyerekeknél szerencsére. És egyébként mit érez, vagy mit lát szakemberként, hogy amióta itt van a műfüves pálya, mennyivel fociznak többen az iskolában, csak úgy szabad időben is, tehát most nem csak a csapatról beszélünk, hanem úgy általában az iskolásokról? Rendkívül népszerű, tehát a Karcagi Sportegyesület utánpótlás szakosztály részéről szinte folyamatosan érkeznek délutánonként. Vannak most már amatőr csapatok is, akik rendszeresen kihasználják, és jönnek esténként. Mi pedig napközben az iskolások ugye délelőtt, délután az edzésekkel kitöltjük a helyet. Mit kell tudni a mostani labdarúgó csapatról, hogyan látja, van még mit erősíteni, vagy azért az újak is ez alatt a néhány hónap alatt beilleszkedtek és felvették a ritmust? Igen, a cél az volt most, hogy az újakkal próbáljuk azt a szintet hozni, mint az elmúlt években. Úgyhogy folyamatosan keresem azokat a gyerekeket, akiket be tudunk tenni a csapatba, hogy minél eredményesebbek legyünk.
Hát akkor én azt kívánom, hogy találjon minél több tehetséges varrost, aki utána még nagyobb eredményeket hozhat az iskolának. Jó munkát kívánunk! Köszönjük szépen, reméljük úgy is lesz. A csapat egyik oszlopos tagjával, Balogh Norberttel beszélgetünk. Mióta focizol a varróban? Már 4 éve focizom a varróban. Az eleinte nem voltam alapkezdő, de egy idő után sikerült bekerülnem a kezdőbe. Ez mi múlott, hogy jobban edzettél, és egy kicsit jobban tanár úr úgy lát, hogy jobbak a esélyeik arra, hogy nem tudom, milyen pozícióban játszol? Támadó pozícióban játszom, és annak köszönhető, hogy be tudtam kerülni a csapatba, hogy eleinte nagyon erősek voltak a társak, akik a kezdőben voltak, és hát így megszoktam azt az iramot, amiben ők is játszanak, és ezért át tudtam venni, és... És mondjuk mit jelentett számodra, amikor tanár úr azt mondta, hogy akkor most nem a kispadon kezdesz, hanem a kezdő csapatban vagy? Hát az elején izgultam, mert nem volt sok lehetőségem így csak a csereként játszani, de akkor is már úgy álltunk be, hogy már biztosan vezettünk, mert elég erőse volt a csapatunk. De nagyon jó érzés volt, hogy végre én is hozzá tudtam tenni a csapathoz így az elején a passzokkal és a gólokkal is persze. És mondjuk vezetsz statisztikát, hogy mennyi gólt rúgtál, tehát tudsz valami ilyet? Hát nem tudom, mert én általában nem a gólokat szoktam rúgni, de vannak persze, én szeretem inkább a szép passzokat adni. Mit kell tudni rólad, mit tanulsz most? Most jelenleg érettségin vagyok, elsőben, gyors érettségin, a jövőre pedig már érettségizni is fogok, de már megvan a gépforgácsoló szakmám. Akkor ezek szerint úgy gondoltad, hogy fontos a tanulás számodra? Hát igen, hogy még át tudjak jól helyezkedni, plusz még úgy voltam vele, hogy még a csapatban is hozzá tudok még segíteni, ezért is visszajöttem. Mit jelent számodra a csapat, akkor ezek szerint az egy jó dolog, de mit jelent az, hogy képviselted az iskolát egy ilyen rangos versenyen? Nagyon jó érzés, mivel mindannyian ismerjük egymást, mindannyian jóban vagyunk a csapatban, sok testvérem is van benne, és így mindig jó a hangulat is, országosan is. És nem gond, amikor azt mondja a tanár, hogy a fiúk akkor még 3 körfutás, vagy nem tudom én, 50 fekvő támasz, tehát ez hozzátartozik? Persze, mi ezt úgy vesszük fel, hogy ez szükséges ahhoz, hogy minél jobb eredményeket tudjunk elérni. És akkor hogy látod a helyzeteteket? Sikerül akkor, amit tanár úr elmondott, azokat a vágyakat teljesíteni? Hát eddig igen, sikerül, és úgy látszik, hogy előző héten is megnyertük simán a futszált, a körzetit, ezen a héten pedig megnyertük a centrum szakképzési iskolák között a körzeti futszált, veretlenül mindegyiket persze. Persze, ez olyan természetes, igaz? Muszáj. Mert eddig is úgy volt, hogy veretlenül, és akkor úgy álltok ki a pályára, hogy igen, mi nyerni akarunk. Igen, mert szeretnénk meghagyni ezt a hagyományt, mert még így nem volt, hogy kikapjunk így a területén. Hát akkor legyen tovább ez a hagyomány, de azért mondjuk el, hogy kik a csapat tagjai. Az egyik, a legfontosabb tagunk Katona Tibor, Farkas Dávid, Gönci Károly, Gönci Pisti, Seres Pityu, egy Farkas Pityu, Tyukodi Krisztián, egy másik Tyukodi Krisztián is játszik nálunk, Pintér György, Seres Zsolt, és még persze, akik még szeretnének csatlakozni, még mindig fennáll a hely. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen ez egy jó csapat, hiszen ahogy hallgatlak, azt hallom, hogy, vagy azt érzem a mondataidból, hogy jól összeszoktatok és szerettek együtt játszani. Igen, köszönöm. Sok sikert. Köszönjük. Üdvözlöm a Magyar Vöröskereszt Jászlajkun Szolnok megyei igazgatóasszonyát, Juhász Évát. November végén mindig a véradó donorokra emlékezünk, most sem történt ez másként. Milyen alkalomból került egyébként megrendezésre mai alkalom? Mi a különlegessége ma? A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta november 27-e a véradó donorok napja, amely kezdeményezésnek pont az volt a célja, hogy egy napon emlékezzünk meg azokról a véradókról, akik évente többször a hívószóra vagy önként csatlakozva jönnek a véradásokra, és véradással segítenek a betegembertársai gyógyításán. Nem lehet szavakban kellőképpen kifejezni ezt a köszönetet, ezt azt hiszem azok tudják legjobban, akik már részesültek benne, hogy milyen hálával tartoznak azoknak, akik vért adnak, hiszen egy véradással 3 életet lehet megmenteni. 3 olyan alkotó eleme van a vérnek, ami
különböző célokra használható fel, tehát ezt szoktuk mondani, hogy egy véradással három ember életét mentjük meg. Ezért nagyon fontos, hogy valamilyen módon kifejezésre juttassuk azt a köszönetet és azt az elismerést és azt a nagyra becsülést, amelyet a véradó donorok érdemelnek. Ennek egy ünnepélyes alkalma és pillanata, hogy évente egyszer véradó ünnepségen hívjuk a többszörös véradókat, azokat, akik éppen kerek alkalmat ünnepeltek az adott évben, tehát 10-20, 25-szörös, 50-szeres, 75-szörös véradókat, és közben is a kerek számokat. Tehát ezzel a megemlékezéssel tulajdonképpen csak megerősíteni szeretnénk azt az elköteleződést, amellyel a véradók családjába tartoznak már évtizedek óta a véradók, és hát jelképesen szeretnénk megköszönni ezzel a kis vacsorával és egy szerény ajándékkal, és hívni őket, várni őket a további véradásokra. Mi a tendencia, nő vagy csökken esetleg a véradók száma hazánkban? Az utóbbi években folyamatosan a csökkenés tapasztalható, miközben vérkészítményre és vérre a kiegyensúlyozott gyógyítás érdekében folyamatosan szükség van. Ezért is fontos, hogy a donor megbecsülésre alkalmat, időt találjunk, és ezzel is próbáljuk azt ösztönözni, hogy minél többen vállalkozzanak és szánják rá magukat arra, hogy eljönnek vért adni. Különösen a fiatalabb korosztály megszólítása fontos, mert az a tapasztalat, hogy egy kicsit öregszik a véradó donoroknak a tábora is. 65 éves korig lehet a többszörös véradóknak véradásra jelentkezni, és nagyon lényeges szempont, hogy a 18 évet betöltött fiatalok közül minél többen választák az önkéntes segítségnyújtásnak ezt a nagyon nemes formáját. Egyfajta célkitűzés és további elképzelések között tartható ezt számon, hogy jöjjenek a fiatalok, illetőleg van-e egyéb más célkitűzése a Magyar Vöröskeresztnek még akár ebben, akár más kérdéseket illetően, amelyek súlypontik? Hát a véradás szervezés, a véradó események számának a növelése és az új támogatók megnyerése nagyon fontos. Emellett a másik alapvető tevékenysége Vöröskeresztnek az elsősegélynyújtás, társadalmi elsősegélynyújtás bővítése. Ezen a területen is számítunk önkéntesek és olyan elkötelezett személyeknek a segítségére, támogatására, akik ezen a területen otthonosan mozognak, hogy a laikus elsősegélynyújtást a lakosság körében, akár a háztartási balesetek, vagy az egyéb kisebb baleseteknek az ellátását szakszerűen tudjuk megoldani, vagy ha esetleg váratlan rosszul lét van, akkor az újraélesztés ne okozzon senkinek gondot, tehát ezen a területen is szeretnénk, ha minél több olyan személy csatlakozna hozzánk, akikre biztosan számíthatunk ebben a tevékenységben. Üdvözlöm Dobos László karcagváros polgármesterét. Minden év november végén a véradó donorokra emlékezünk. Ebből az alkalomból került ma megrendezésre Karcagon egy rendezvény, ahol kitüntetéseket adtak át. Miért van kiemelt jelentősége ennek a féle segítségnyújtásnak, főleg napjainkban, illetőleg amihez ugye a karcagi lakosok is szép számmal csatlakoztak az elmúlt évtizedekben? Hát ez mindig nagyon-nagyon fontos tevékenység volt, a véradás, hiszen akik vért adnak, azok életet mentenek adott esetben. Valóban ez a tevékenység olyan, amire nagy szükség van. Napjainkban hallhattuk, hogy egyre kevesebb olyan személy van, aki erre a véradás adja a fejét. Én azért nagyon büszke vagyok arra, hogy Karcagon több mint 500 ember hosszú évek óta végzi ezt a tevékenységet, hiszen hallhattuk, hogy itt nagyon komoly 20, 25, 50, 75, 90, 100-szoros véradókat is ünnepelhettünk. Ez azt jelenti, hogy évtizedek óta segítik az egészségügy munkáját, és gyakorlatilag mentik a rászorulóknak az életét. Ez egy kiemelt esemény volt, hiszen akár százszoros véradót is köszönhettek. Ezek az emberek segítenek más embereken, motiváltabbakká lehetnek ezáltal, akik ennek hírét hallják, akár médián keresztül, akár bárhol máshol. Kedvet mondjuk így kaphatnak ehhez, hogy kipróbálják, és utána rendszeres véradókká váljanak? Hát ez egyéni beállítottság kérdése szerintem. Tehát mindenképpen kell egy olyan lelki tényező, ami előmozdítja az emberekben azt a felbuzdulást, akaratot, hogy na akkor most én hajlandó vagyok odafeküdni a
az ágyra, és akkor egy fél liter vért adok évente mondjuk 4 alkalommal, többször nem is nagyon lehet tudomásom szerint. Tehát ez beállítottság kérdése. Az emberekben általában megvan a segítő szándék, de ez a véradás, ez olyan dolog, hogy van, aki fél a tűtől, írtózik esetleg a vértől, tehát ez egy különleges lelki alkat kell szerintem, de hála jó Istennek azért még mindig vannak olyanok, akik ezt a tevékenységet végzik. Kedves nézőink, már megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.